Köszöntöm a Karcag Televízió valamennyi kedves nézőjét. Stúdiónk mai vendége Szepesi Tibor, Karcagváros polgármestere. Jó estét kíván. Polgármester úr, köszöntöm itt a stúdióban. Egy évértékelő interjúra invitáltuk, és köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm a meghívást. Ilyenkor év végén mindig visszatekintünk és számadást végzünk, hogy a mögöttünk álló esztendőben mi mindent sikerült elvégezni azok közül, amelyeket januárban mindig magunk elé célul tűzünk. Tekintsük vissza erre az évre. Az önkormányzat, a képviselőtestület milyen feladatokat, milyen célokat tűzött maga elé 2023. januárjában? Kezdjük ott, hogy nagyon nehéz volt a 2022-es év, hiszen óriási változásokat hozott az egész világ életében. Ugye tudjuk, hogy a Covid-járvány után a kitörő háború, az elszabaduló energiaárak azért megviseltek minden önkormányzatot, és nyilvánvalóan minden háztartást is. Megérezte ezt az önkormányzat, illetve az önkormányzat intézménye is. Emiatt a legfontosabb az volt, hogy egy olyan stabil költségvetést tudjunk összeállítani, egy olyan tervvel tudjunk elindulni, amely lehetővé teszi, hogy be tudjuk fejezni az elkezdett beruházásokat, tudjuk működtetni az intézményeket, és lehetőleg azon a szinten és színvonalon tudjuk működtetni, amelyet megszokott a város lakossága. Cél volt az, hogy ne szűnjenek meg munkahelyek, tehát tudjuk tartani azt a biztonságot a lakosság érdekében, amelyet megszokott. És hát nyilvánvalóan ugye azok a fejlesztések, amelyeket elkezdtünk, azok is megérezték az energia áremeléseket, megérezték a különböző anyagáremelkedéseket, tehát mindenképpen szükséges volt, hogy egy olyan költségvetés legyen összeállítva, nem csak az intézmények és az egész város életében, hanem a pályázatok miatt is, amelyek biztosítják azt, hogy be tudjuk fejezni, stabilan be tudjuk fejezni a megkezdett beruházásokat, hiszen az is nyilvánvaló volt, hogy 2023. december 31-én záródnak azok a pályázati lehetőségek, amelyek egy 7 éves ciklus végét jelentik. Tehát mindenképpen kellett és kell az, hogy ezek a munkák elvégzésre kerüljenek, át legyenek utalva az ehhez szükséges források, és hát nyilván a város lakossága érdekében kerüljenek is átadásra, hogyha lehetséges. Említette a pályázatokat, illetve a költségvetést, és ugye a költségvetést nagy mértékben tudják támogatni a pályázati források is. A 2023 évben milyen pályázati lehetőségekkel tudott élni a város? Elsősorban azokat a pályázatokat kellett befejeznünk, amelyek elkezdődtek 2020-ban, 2021-ben, vagy akár még hamarabb is, hiszen tudjuk, hogy egy pályázat nem néhány hónap alatt kerül lebonyolításra, hanem a kiírástól kezdve, hogy azt meg kell pályázni, tervezni kell, műszaki terveket kell, gazdasági terveket kell készíteni, utána ezeket felül kell vizsgálni, aztán elbírálják a pályázatot, kezdődik a megvalósítási időszak, ami újabb jogi hercehurcával járhat, hiszen a közbeszerzési eljárásokat kell lefolytatni, közben ugye figyelni kell az áremelkedéseket, itt a különböző gazdasági tényezőket, és aztán lehet megkezdeni a megvalósítást. Egy pályázat életében maga a megvalósítás mindig a legrövidebb, és akkor még nem beszéltünk a zárásról, ahol különböző papírmunkákat kell végezni. Tehát van olyan pályázat, amely 2016-17-ben kezdődött, és 2022-23-ban került lezárásra. És van olyan, amely 2022-ben bár fizikailag befejeződött, de az utó élete, az utó munkája, az elszámolások 2023-ra kerültek áthúzódásra. Tehát itt említhetném a Városgondnokság épületétől a fedett piactérig, ezek mind-mind most kerültek lezárásra, és most kerültek természetesen lezárásra, kerülnek lezárásra azok a pályázatok is, amelyek egy kicsit később indultak el. Itt a különböző intézményi felújítások, a bölcsöde felújítása, az energetikai pályázatok, a szociális otthonnak a konyha pályázata, és hát még sorolhatnám hosszú-hosszú ideig, nagyjából egy 28-30 pályázat az, amely ebben az időszakban a városban került megvalósításra. Ebben vannak nagyobb, több százmilliós beruházások, és vannak kisebb beruházások is, illetve vannak olyan kulturális életet befolyásoló pályázatok, amelyek nyilvánvalóan rendezvényekhez kapcsolódtak, de ennek a ciklusnak a életét segítették.
Ugye ilyen volt például a szociális városrehabilitációs pályázat, amelyben ugyan volt útépítés, de voltak benne olyan szociális programok, amely különböző zöldítéseket és egyfajta szociális programokat jelentettek. Ahogy sétálunk a városban, jártunk be a keltünkben, felfedezzük, hogy számos beruházás valósult meg. Szépül, fejlődik, épül Karcag. Melyek azok, amelyeket kiemelne ebben az évben? Nyilvánvalóan a legnagyobb pályázatok azok, amelyek látványosan befolyásolják a város arculatát, vagy a következő évek, évtizedek lehetőségeit. Ugye itt azért mindenképpen meg kell említenünk a bölcsődefejlesztéseket, amelynek egy része befejeződött a Varró utcán, egy része pedig ütemesen és rohamosan, látványosan formálódik, ugye a Vasútút és a Széchenyi-Sugárút kereszteződésében, de említhetem azt a barnamezős beruházást, amely a Liget arculatát határozza meg, a Milánói pavilon, a Sámándobbal együtt, a Rónai Malom és azok a játszótér, és zöld fejlesztések, amelyek egy gyönyörű szép parknak a kivitelezését eredményezték, és ott valósul meg mellette az a sportkomplexum projekt is, amely több sportnak sokkal több lehetőséget és egy egész kistérségi mozgásteret fog biztosítani. Remélhetőleg a következő időszakban nagyon-nagyon sok fiatal, és nem csak fiatal, hanem örök fiatal mozgás lehetőségeit segítve. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a legnagyobbak, amelyek azonban nem csak a szabadidőt érintik, hanem valóban a város lakosságának a élhetőbbé, a város élhetőbbé tételét biztosítják, ugye ezek elsősorban a csapadékvízelvezetési pályázatok, az útfelújítási pályázatok, hiszen ez szinte mindenkit érint. Ugye most a katolikus város részben zajlik a csapadékvízelvezetési projekt. Én köszönöm szépen az ott lakóknak a megértését, hogy a lakossági fórumon is többször átbeszéltük. Ez is egy olyan pályázat, amely lehetőséget nem szabad volt elhalasztani az önkormányzatnak, elszalasztani. Mindenképpen szükséges volt, hogy elvégzésre kerüljön. De hát ugye erre is az az időszak vonatkozik, ami egy gyors befejezést kell, hogy eredményezzen. Nyilván itt a helyreállítás fog átcsúszni a következő időszakra, de elvégzésre fog kerülni mindenképpen. És hát ugye folytatjuk ezt a fajta pályázati lehetőséget, hiszen azzal együtt, hogy zárul az előző 7 éves, 23-ban elindult a következő 7 éves pályázati ciklus, amelynek eredménye többek között a Szimovodának a tetőfelújítása, ennek eredménye azok az aszfaltozások, amelyek már elkezdtek az Ady Endre utcán például, vagy a Deák körút felújításra, és ezek fognak majd a következőkben is folytatódni a Zöldfa úton, illetve azokon a területeken, amelyeket már előzetesen bejelentettünk. Ugye ilyen nagy aszfaltozás volt, és talán a legnagyobb a város életében, ha mondhatom ezt, az a külterületi útpályázat, amely a Zádor hídnak a megközelítését teszi lehetővé. Ugye egyfajta mezőgazdasági célokat és érdekeket is szolgál, de egy olyan turisztikai fejlesztés, hiszen a Zádor híd került gyakorlatilag a város vérkeringésébe, turisztikai lehetőségei közé bekapcsolásra, amely vélhetően a gyógyfürdő fejlesztéssel, a Sámándob megnyitásával, vagy a sportkomplexum elkészültével egy további turisztikai attrakció lehetőségét biztosítja, hiszen elérhető lesz kerékpárral, akár gyalogosan, futva. Tehát én azt gondolom, hogy ezek azok a lehetőségek, amelyekben mindenképpen gondolkodnunk kell. És ha még egy kitekintést teszünk, akkor ugye ezek nagyon-nagyon fontos fejlesztések, nem győzöm hangsúlyozni, mind a turisztikai szabadidő, mind pedig a város élhetőbbé tételének a fejlesztése, az útfejlesztések, illetve a csapadékvíz elvezetés. De a másik nagyon, és talán nem is a másik, hanem az elsődleges, az a város megtartó erejének a fejlesztése, amely mindenképpen egyfajta ipari fejlesztést kell, hogy vonjon maga után. És ennek nagyon jó példája a nem sok átadásra kerülő ipari parki fejlesztés a Vágóhíd úton. Ugye az is a végéhez közeledik,
bár nem önkormányzati pályázat és nem önkormányzati fejlesztés teljes egészében, hiszen a megyei közgyűlés, a vármegyei közgyűlésen keresztül valósul meg ez a projekt, de egy nagyon fontos lépés ahhoz, hogy azok a betelepülni vágyó kis és közép vállalkozások megtalálják a lehetőséget, megtalálják a telephelyet, és itt maradjanak a városban. Látjuk, hogy a mezőgazdaság is átalakul, teljesen más irányt kell, hogy vegyen, ugye erről nem olyan rég egy fazekas miniszter úr beszélt. Látjuk azt, hogy a helyben megtermelt terményeknek egyfajta feldolgozó iparát kell megteremteni minél közelebb, hiszen a piacra jutásnak ez a legnagyobb esélye, hogy megtermelni és rögtön feldolgozni és új piacra vinni. Ehhez pedig telephelyekre van szükség, ezt próbáljuk kínálni ezzel az ipari parki fejlesztéssel. Polgármester úr, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, kívánok önnek és családjának nagyon jó egészséget, boldog ünnepeket, és hogy minden tervet tudjon polgármesterként valóra váltani. Köszönöm szépen.